2 millió forinttal támogatta a városvezetés a Paksi Angyalok az Állatokért Alapítványt az elmúlt év novemberében hozott döntés értelmében. A támogatási összeget az állatok mentésével 8. éve foglalkozó civil szervezet macskák ivartalanítására és a kutyák szívféreg szűrésére fordítja. Az ivartalanítási akció nagy sikerrel lezárult, hamarosan elkezdődik az ingyenes szívféreg szűrés. Az alapítvány azért tartotta fontosnak ezt, mert ez a betegség ez nagyon gyorsan terjed. Nagyon sokan nem ismerik ezt a betegséget, és megelőzéssel a továbbterjedése is korlátozva lesz, és ez mindenképpen állatvédelmi szempontból is fontosnak tartottuk. A szívféreg szűrési akcióra február 5-től már lehet jelentkezni. A piactéri Buksi kutyaszertárban, a Vélany utcában lehet rá jelentkezni. Egy csípszám megadást szoktunk kérni, meg elérhetőséget, ezt a személyi adatvédelem miatt. És ki lehet választani az időpontot, hogy a 4 szűrési napon melyiken szeretne hány órakor részt venni. A szűrés 4 napja március 8-a, 9-e, 22-e és 23-a lesz. A vizsgálatot dr. Merész Laura állatorvos végzi majd, aki elmondta, a betegséget az úgynevezett mikrofiláriák okozzák és szúnyogok oltják át egyik kutyából a másikba. Viszonylag nagyméretű férgek ülnek meg a tüdő nagy artériáiba, akár a szív jobb kamrájába is le tudnak csúszni, ezáltal egy komoly szívelégtelenséget tudnak okozni. Különböző megoldások vannak ugye ennek a gyógykezelésére. Kisebb méretű kutyáknál katéteres eltávolítás is szóba jöhet. Vannak kifejezett olyan gyógyszerek, amik elölik ezeket a kifejlett férgeket gyors idő alatt. Ehhez mindenféleképpen azért egy kórházi ellátás szükséges. És van egy úgynevezett slow kill módszer, amikor tulajdonképpen hónapokon keresztül történik a férgeknek az eliminálása. A betegség akár évekig is tünetmentes marad, majd a kutya fáradékonnyá válik, esetleg köhög. Megesik, hogy mire kiderül a szívférgesség diagnózisa már késő, a súlyos következmények miatt. Leginkább a megelőzésre kell törekedni, illetve hogyha kiszűrjünk egy pozitív kutyát, aki mondjuk esetleg még tünetmentes, akkor őnála elkezdjük a kezelést, hogy egyrészt ő már ne adhassa tovább ugye ezeket a mikrofiláriákat a szúnyogokon keresztül, másrészt, hogy megpróbáljuk ebből kigyógyítani. A megelőzést szolgálja majd az alapítvány által biztosított tesztelési lehetőség, amelynek keretében a kutyáktól pár csepp vért vesznek az úgynevezett ELISA teszt elvégzésére. Gyors teszt, tehát rácsöppintjük a vért, meg a vívőanyagot, és akkor várunk, hogy egy csík vagy két csík jelenik meg a kamrában, illetve emellett ott helyben mikroszkóp alatt is megnézzük a kutyáknak a vérét. Erre azért van szükség, mert van, hogy a teszt negatív, de a vérben kimutathatóak a mikrofiláriák, vagy olyan is van, hogy pozitív a teszt. Ilyenkor a további vizsgálatok miatt fontos tudni, hogy van-e a vérében mikrofilária, vagy nincs a vérében. Az eredménnyel mindenképpen szükséges felkeresni a kutyák állatorvosát a diagnózis további megerősítése, vizsgálatok, illetve a gyógyítás érdekében.